Tisztelettel köszöntöm a videó nézőit! A horgászok közül többen emlékezhetnek még arra, amikor 2021. februárjában arról számoltam be, hogy megszegtem az éjszakai kiárási korlátozást a Dunai Horgászatommal. Két évvel ezelőtt a Mi Hazánk Mozgalom által megkérdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében fel is jelentettem önmagam ezért a főben járó cselekedetért. jelentem be, hogy az éjszakai horgászatommal megszegtem a kiárási korlátozást, és meg is tettem a szükséges intézkedést, feljelentettem önmagam a mai napon. Akkoriban így tiltakoztam a túlzott lezárások ellen. A sajton keresztül tettem is egy felhívást, hogy jelentkezzen az, akinek veszélyeztettem az egészségét a vízparton. Ahogyan az várható is volt, nem jelentkezett senki, hogy megfertőztem volna. Teljesen észszerűtlen, meggondolatlan és felelőtlen intézkedés volt, hogy a napi munka után horgászni sem mehetett el az érvényes engedélye rendelkező horgász este 8 óra után. Ráadásul, aki a vízparton volt, este 8 órára haza is kellett érnie, mert egyébként útközben lecsapott rájuk a katonákkal kísért rendőrség. A pecsások számára abszolút érthetetlen volt a korlátozás, mert a horgászat a szabad levegőn sokkal biztonságosabb volt a járvány ideje alatt, mint összezárva lenni egy légtérben. Tehát az otthoni bezártságtól való kimozdulásra a legjobb lehetőségek egyikét, a horgászatot, ami egyben a természetben való kikapcsolódást is jelentette, elvonta a kormány. Nézzünk egy kis időrendi sorrendet. 2020 tavaszától a kiárási tilalom miatt horgászni sem lehetett kimenni a szabad levegőre, majd a nyári enyhítést követően 2020. novemberétől éjszaka ugyancsak nem szabadott horgázni. Tehát nappal nem volt veszélyes, éjszaka veszélyes volt. A mi hazánk mozgalom többször kérte, és kéri most is, hogy az érvényes állami jegy, területi engedély az hivatalos igazolásként szolgáljon a kiárási tilalom idejére is, hiszen a jelenlegi szabályozás arról szól, hogy a horgász a parton éjfélig ott lehet, majd ha nincs neki védettség igazolványa, akkor hajnal ötig el kell, hogy hagyja a partot, majd utána visszamehet. Kérdem én ennek a rendeletnek mi az értelme? Ennyi felvezetést követően már is mondom, hogy a korlátozást miért említettem. Ne feledjük, hogy 2020-ban sok százezer embert, megjegyzem közel 800 ezer horgász van jelenleg Magyarországon, Pontosabban 2021 év végéig 776.198 horgász került nyilvántartásba, akinek lehetett érvényes állami jegye. Megvette egész évre előre a területi engedélyét a kedvenc horgászvizére, amit a korlátozásoknak köszönhetően részben feleslegesen fizetett ki, hiszen korlátozva volt a szabad mozgása, a szabad önrendelkezése. Ezek a korlátozások 2021-ben is érintették a horgásztársadalmat, akik egész évre szintén megvásárolták a területi engedélyüket, emellett természetesen megfizette az állami jegyet, a tagsági és egyéb járulékos költségeket, mint például a gáthasználati engedélyt, stb. Bátran kimondhatjuk, hogy méregdrága hobbi lett a pecázás, nem beszélve arról, hogy a horgásztársadalmat hátrányos megkülönböztetés érte, mert az általuk előre megváltott, megfizetett horgászengedélyek díját nem fizették vissza, de még csak kedvezményeket sem kaptak a korlátozásokért cserébe. A MOHOZ pedig pofátlan módon még csak említést sem tesz a horgászokat ért hátrányról, inkább tovább emeli a díjakat, mintha mi sem történt volna. Ami elfogadhatatlan hozzáállás egy szövetség részéről. Tavaly a MOHOZ 50%-kal emelte az egységes szövetségi hozzájárulás az ESH összegét. Az idei esztendőben pedig tovább emelkedett, mert a teljes áru állami jegy és fogási naplóért 3300 forint helyett 5500 forintot az ESH-ért, a tavalyi 3000 forint helyett szintén 5500 forintot kell fizetni, így a tavalyi 6300 forinthoz képest az idén már 11000 forintra nőtt a mohoz befizetett alapköltség. Tehát azért, hogy horgászhassunk, 74%-kal többet kell fizetni az állami jegyért az idei esztendőben. Ez felháborító. Ezt a díjemelést a Magyarországos Horgász Szövetség választmánya 2022. október 28-án egyhangú szavazással elfogadta. Továbbá az alhaszon bérleti vizeket hasznosító horgász részére a területi jegyekre vonatkozó megállapított maximális áremelés mértékét további 30%-ban határozta meg. Ilyen magasságig lehet emelni az árakat. És még ez mind nem elég, mert a MOHOSZ, az országos területi jegyek, országos, tiszai, dunai, sport, stb. árait átlagosan 24% emeléssel állapította meg a 23-as horgászévre. Kijelenthetjük sajnos, hogy a MOHOSZ nemhogy kárpotolta volna az elmúlt években bevezetett korlátozások miatt a horgászokat, hanem tavaly és az idei esztendőben is áremeléssel sújtja a pecázni szerető honfitársainkat. A legközelebbi horgászokat érintő videómban annak fogok utána járni, hogy mennyi pénz folyik be a mohoz zsebébe, és ezért mit kapnak, illetve mit nem kapnak a horgászok. A viszontlátásra.